csipkébe bújtatott modern alkotások. Idén nyáron három kiállítás is nyílt a világhírű magyar festőművész szemhavattői munkáiból. Az Amerikában és Olaszországban is alkotó művész legújabb grafikáit a Kálmán Maklári Fine Arts galériában mutatják be. Japán gésák, amerikai mesefigurák, magyar csipke mögé rejtett történetek szemhavattői kiállításán a Kálmán Maklári Fine Arts galériában. A magyar származású képzőművész alkotásait a 20. századi pop-art irányzat inspirálta, azonban minden művében egy különleges anyag kap kiemelt szerepet, a csipke. Gicsnek tartottam a csipkét Budapesten, ugye minden lakásban ott volt, jelen volt a tévé tetején, a fotelen és így tovább. Mikor disztent, most kijöntem az Egyesült Államokba, és elkezdtem lakberendezőként dolgozni, és akkor hiányzott valami a lakásokból. És rájöttem, hogy ez a csipke. A csipke az az asszonyoknak a legfontosabb kifejezési formája volt a művészi életben, mert nagyon sok másra nem jutott idejük. A pop-art magyar képviselőjeként ismert festő eddigi életében olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Andy Warhol, Keith Haring vagy Yoko Ono. Magyarországon idén három tárlat mutatja be havattői grafikáit és szobrait a Ludwig Múzeumban, a Ferenci Múzeumban, valamint a Maklári Fine Arts Galériában. Személy nagyon intellektuális művész, nagyon-nagyon finom, és nagyon több réteg és mély értelme van a műveknek. A festészeténél az írás volt az első motiváló, amiért elkezdett festeni, a képekre írt. És a csepkonna jött, hogy a csipkével fedte le az írás, és senki más nem tudja őket elolvasni. A csipkével borított képek alatt az alkotó fájdalmas emlékei, legmélyebb gondolatai bújnak el a világ elől. Latin országokban és Magyarországon is vidéken a csipkét, mint halotti lepelt használják a nyitott koporsokban. Szóval megírok egy történetet, amit magamnak írok, és nem akarok, hogy más tudja, akkor lefedem a csipkével és ráfestek. Ez egy kicsit olyan, mintha elmennék gyomni. A szobrokat, ajtókat és vázákat borító csipkék olyan sérült darabok, amelyek a modern műtárgyakon megjelenve bizonyítják, hogy a régi művészeti megnyilvánulások soha nem veszítik el értéküket.